Egy több mint 9 milliárd eurós mentőcsomagot jelentett be a portugál kormány a koronavírus járvány káros hatásainak ellensúlyozására. A magyar GDP nagyjából 5%-ának megfelelő összeget többek között a turizmusban és a vendéglátó szektorban tevékenykedő vállalatok megsegítésére fogják költeni. A célokról az ország pénzügyminisztere beszélt. Itt az ideje olyan megoldásokról gondolkozni, amelyek mindenek előtt a vírus feltartóztatását és kezelését szolgálják. De közben a cégek likviditását is garantálni kell, főleg a kis és közepes vállalkozásokat kell védeni. Támogatni kell a dolgozókat és a családokat, akik már most is érzik az intézkedések hatását, mondta Mário Centeno. A hatalmas összegből a textilipar kisegítésére és egy ideiglenes adócsökkentésre is jut pénz. Görögországban, Magyarországhoz hasonlóan a hiteltörlesztések felfüggesztésével is próbálják óvni a háztartásokat a koronavírus okozta válság hatásaitól. Az összesen majdnem 4 milliárd eurós mentőcsomagban szerepel bizonyos adónemek felfüggesztése is, a kormány pedig 800 eurót ad annak a nagyjából fél millió dolgozónak, akinek a rendkívüli intézkedések miatt szünetel a munka végzése. Athéna szappan a fertőtlenítő és a szájmaszk áfáját is csökkentette.